Reaper nagyon jól dolgozik MIDI fájlokkal is, azoknak a szerkesztését is tökéletesen oldja meg, viszont nagyon erős audióban. Dobáljunk be néhány hangmintát, esetünkben ezek 150-es tempójú hangminták, de szerkesszük azokat meg a saját kis állományunkra. Dobjunk be egy ilyen mintát, meg dobjunk be egy toppom, egy hi-hat-et is, dobjunk be akkor egy top loopot, mondjuk egy one shot dobefixet, legyen egy kickünk, legyen például ő. Amikor audióval szeretnénk dolgozni, akkor automatikusan a Reaper, ahogy bedobtuk a Media Browserből vagy Explorerből, már is minden a saját tempónkon van. Tehát kimegyünk az elejére Y, és akkor Command nyomva tartásával ide is beteszünk egyet, ide is, meg ide is. Jó, látható, hogy mindegyik hangminta ugye píkel, 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 vagyis a nulla loudness unitot le kell futtatni mindegyiken, amikor itt reseteljük a píket, már is hallható, hogy jó. És ha a lábdobot nem egyenként szeretném például bedobálni, mert valami bonyolultabbat szeretnék játszani, érdemes a MIDI és az audio funkciókat összekeverni, és mondjuk samplert bedobni. Jobb klikket nyomunk Virtual Instrumentnél. Kiválasztjuk a kokoszpon belül a Reapernek a samplerét, ez pedig a Samplematic 5000. Ez egy teljesen üres szempler, ha most MIDI-ként elkezdünk vele billentyűzni, hallható, hogy nem hallható semmi. Igen ám, de lehetőségünk van például ezt a lábdobot könnyedén bedobni, és már is MIDI-ként billentyűzni vele. Roppant egyszerű, ráállok az adott régióra, amit szeretnénk majd betenni ide, és utána pedig itt megnyomom az Import Item From Range-et. Azonnal be is került, felnagyítom, azonnal be is került ide a szemplerembe, ki is törölhetem az adott sávot, és már is billentyűzhetek, úgy, ahogy szeretnék. Felvétel indul, bekapcsolom a metronómot, a kántintet, felnyomom a hangerőt, nyomunk egy W-t, egy Command R-t. És készen is vagyunk, nyomunk egy save-et, duplán rákattintunk, és visszaállunk a piano roll-ra. Látható, hogy itt-ott azért nincsen vonalom, tehát akkor mindent kijelöljük Command-alval, nyomunk egy Q betűt, mindegyik ütemre helyeződik, nyomunk egy OK-t, és készen. Kikapcsoljuk a kvantálást, visszahúzzuk a régiót a szélére, bekapcsoljuk az R betűvel a cycle loopolást, kimenjünk W-vel az elejére, és play. De még mindig ugye látható, hogy a samplerből kívül hang mintám az píkel, tehát rá kell tenni egy JS-t, mondjuk bedobunk egy master limitert. És innentől kezdve ezt lehúzzuk mínusz 0,1-re, és tudja, hogy nem fog píkelni. Be is írhatom az értéket, duplán rákattintok, beírom, hogy mínusz 1, és kész. Most jön egy basszus feljátszás, vagy bedobunk bármilyen basszus hangmintát, átmegyünk a Media Explorerbe, és kiválasztunk egy előre elkészített loopot, csak hogy ne kelljen itt most húzni az időt idiótaságokkal, legyen ne egy dobloopot, hanem egy instrumentet, mert lehetne mondjuk piano is. Bedobjuk. Látható, hogy ez hosszabb, bár számmal rendelkezik, mint a fölötte lévő, éppen ezért a többit kijelöljük, Command D mögé is ment. Ha szeretnénk ezeket ugye egybe csatolni, akkor a glue-val ezt megtehetjük. Dir 1, 2, 3, mind a hárommal megtette,
a MIDI-vel is, meg az audióval is. Ha szeretnénk leszámolni, frízelni a MIDI-t, akkor arra lehetőségünk van, de mindjárt mutatok még benne szerkesztési műveletet, sőt, azt majd akkor egy következő sávban. A felső sarokban létrehozott Apply Take, vagy Track FX to Item, vagy Ctrl B, rákattintunk, és már is leszámolásra került az általunk feljátszott MIDI-ben kialakított kickünk. Ki kell kapcsolni most az FX-et, mert ugye vagy a felső tékünk, vagy az alsó tékünk szól. Ha a felső téket szólaltatjuk meg, ami MIDI, akkor nekem be kell kapcsolni hozzá azt a hangszert, illetve azt az effekt sort, amit én beraktam. Hogyha az alatta lévő ték, vagyis az audio szól, akkor az csak úgy tud megszólalni, hogyha kikapcsolom a MIDI-t. Visszamegyünk az elejére, W. Nagyon király. És most bedobunk egy olyan hangot, amivel mi a samplerben billentyűzgetni szeretnénk. Létrehozunk egy új virtuális instrument sávot, és kiválasztjuk a kókoszon belül szintén a samplert. Ha arról elkezdjük írni azt, hogy sample, akkor ki is fogja dobni. Sample-matikat 1000. Még mindig ugye üres. Most behozunk egy olyan hangmintát, például, hogy szintetizátor, vagy legyen vokál. Egy vokál loopot, mondjuk. Ezt bedobjuk ide alulra. Rákattintok a sávra, és most ugye itt van nekünk a MIDI-nk, de üres, nincs benne semmi. Ráállunk az adott régióra, amit szeretnénk beimportálni. Import item from range. Dear. Már is betette, vagyis az adott sávot kitehetjük. Kidobhatjuk innen. Amikor betöltésre kerül a hangminta, akkor lehetőségem van a hangmintának az elejét, illetve a lejátszás végét meghatározni úgy, hogy a kettő csúszkával a sample start és a sample end-el meghatározom, hogy honnan kezdődjön a lejátszás, valamint lehetőségem van módot választani. Háromfajta módon van, ebből kettő különböző módot találunk. A sample ignorálja a MIDI nótot, ami azt jelenti, hogy lenyomom a C billentyűmet, vagyis ez nekem az eredeti hang. De ha én azt szeretném, hogy lenyomom a G hangot, akkor is ugyanúgy az eredeti hang jön be. De mi lenne akkor, hogyha nem az eredetit hallanám, hanem mondjuk kivágok belőle, vagy megjelölök belőle egy részt, hogy ne ilyen hosszú legyen csak ez. Felnagyítom, egér tekerő gombjával, mondjuk. Mindegy, melyik billentyűt nyomom, nekem ez az eredeti hangon szólal meg. Ha módban kiválasztom azt, hogy semitone shifted, akkor már is. Már is hozzá tudok billentyűzni ahhoz, amit az előbb. Billentyűzünk is fel, kimegyünk az elejére, V betű, W, bekapcsoljuk a metronomot, ugye már a kantin az be van kapcsolva, és 3-2-1, Command R. És. Kész, Save-ol. Duplán rákattintunk, és ugye megint jön a kvantálás. Kvantálás. Oké. Okay. Kilépünk. Elejére előre megyünk, és most bedobunk valami olyan vészhangot. Itt látható, hogy ez túl korán jön, tehát akkor Command gomb, arrébb húz. Ez túl korán jelenik meg, Command gomb, jobbra nyíl. Vagyis eleje, play. Kikapcsoljuk a metronomot, hogy ne zavarjon. Oké, okay. És erre most ráteszünk egy effektet.
Tegyük fel, hogy nekünk ez a hang nagyon tetszik, és a későbbiek folyamán majd ugyanúgy szeretnénk ezt hangszerként előhozni, de ugye nem szeretnénk újból a szemplert megnyitni, a szemplerbe benyitni a hangmintát, lehetőségünk van a szemplerbe elmenteni. Minden egyes Reaperben lévő hangszer és Reaperben lévő effektre általunk kicsavart paramétereket prezetekként ugyanúgy elmenthetjük, mint bármely más dobban. Ez például egy hangszerem, ráklikkelek a plusz lejjelre, és Save Preset. Rákattintok a Save Presetre, adok neki egy nevet, azt mondom neki, hogy ez egy vokál, pitchelős vokál. Nyomunk egy okét. Ha mögé teszek még egy effektet, például most legyen egy Timeless, és abban kiválasztom mondjuk az analóg tépet, kimegyünk az elejére. Látom, hogy píkel, semmi gond, mögé teszek egy master limitert. Master, kiválasztom a EST és azon belül master limiter. Tudja, hogy most nem fog píkelni, mert azt lehúzom mínusz egyre. Elejére megyek. Szupi, és most így ezt az egész szettet, ez egy hangszer összeállítás, egy instrument channel strip, ezt az egészet el tudom menteni, szintén jobb klikket nyomok az üres FX chain részen, és az FX chain-nél kiválasztom azt, hogy Save All FX Chain, majd azt tudom névnek, hogy vokál pitching instrument. Nyomok egy entert, kitörlöm ezt a sávot. A MIDI eseményem most eltűnt, sőt, azt inkább vissza is hozom. Csak kitörlöm magát az effekteket. A Shift gomb lenyomásával ki tudom jelölni az összeset, majd pedig a Remove-val delete-elni. Ezután, ha szeretném betölteni, most látom, hogy nem szól. Beszeretném tölteni, akkor az FX Chain felületen jobb klikket nyomok, FX Chain, Load FX Chain, és már is kiválasztom a saját kis pitching hangszeremet, ami hova men, vokál, pitching instrument, open, és láthatom, hogy betöltötte nekem a samplert, a samplerbe a hangmintát, a timeless-t, és arra pedig a mestert. Mester limitert, és nyomok a play-t. Igen, nem, de leszámoljuk audióba, mert azért Reaper a Reaper. Ebből csinálunk egy másolatot, de a végén, ha felnagyítjuk, akkor a végén lévő fade-et kihúzzuk, tehát akkor duplika, és... Most pedig dobjunk be egy még érdekesebb hangmintát, amivel mondjuk már dolgozni is kell, úgy, hogy elhúzni, visszatolni. Például a hangmagasságot módosítani. Mondjuk legyen egy deep house-os, legyen egy bass loop, és bedobjuk ezt. Ugye hang tempóban egyformák leszünk, hangmagasságban nem biztos. Kimegyünk az elejére W-vel, elmentjük így. Hallható, hogy a basszusom. Hallható, hogy a basszus valahol megszólal, ütemen van, de az is hallható, hogy nincs hangmagasságban sem. Hogyan tudok hangmagasságot módosítani? Minden egyes MIDI, nem MIDI, hanem audio régió. A Shift gomb nyomva tartásával, illetve a 8-as, valamint a 9-es gomb nyomogatásával félhangonként, illetve hangonként, attól függ, mire van beállítva, tudok változtatni hangot. Nézzük is meg hangmagasságot. Kimegyünk az elejére, nyomunk egy play-t. Shift nyomva tart. 8, 9, 9, 9. Ezzel tudom kiválasztani mondjuk a zongorához, hogy mi legyen az adott projektemhez igazodó hangmagasság. És nem jó, vagyis 8-as shift, 8 shift le. Shift le.
és még. Ez jó. Lehetőségem van külön-külön őket, elvágás után, egyenként mindegyiket úgy tudom pitchelni, ahogy szeretném. És ez pedig egyel följebb, shift, föl. És amikor a pitcheléssel megvagyok, kijelölöm őket, és összefogom a glue-val kötni őket, és már is hallható, hogy pitchelt, 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 mégis egy teljesen új hangminta.